az összes dolgozónknak adunk egy példányt, az összes nyugdíjasunknak egy példányt, és az összes tagunknak, ugye az 1100 tagnak is elpostázunk, ők megkapják. Ebben a kiadványban próbáltak meg emléket állítani a takarékszövetkezetek elmúlt 60 éves működésének, hiszen az már köztudott, hogy a cégbíróság végzése alapján a Hungária Takarék beolvad a Takarékbank ZRT-be. Az a nagy-nagy, sok éves előkészítő munka beérett, ami azt célozta, hogy magyarországi takarékszövetkezetek azok egyesítik erőiket, és Takarékbank néven működnek tovább egy egyesült nagyországos pénzintézetként. És ennek a folyamatnak a Hungária Takarék is részese volt. Ennek aztán az a következménye, hogy a néhány napos szünetet letudva, november első napjaiban már Takarékbankként fog kinyitni a Hungária Takarék. Tehát ez a változás első körben alapvetően az ügyfelek szempontjából semmilyen különbséget és átalakulást nem fog magába hordozni, hiszen az ügyintézés ugyanúgy zajlik, ugyanazokon a helyeken, ugyanazokban a fiókokban, ugyanazok a kollégák által megy tovább minden. Ami megváltozik, az elsősorban a jogi állapota ennek a pénzintézetnek, tehát egy országos bankként fog működni. A Hungária Takarék jelenlegi ügyvezetése az még 90 napig a helyén marad, tehát a mostani állapot szerint 2020. január 31-éig jó magam és kollégáim is támogatjuk az átalakulás folyamatait. Minden ezzel együtt járó esetleges zökkenő és probléma az a mi közreműködésünkkel nagyon remélem, hogy tompítható lesz. Az azt követő időszakban pedig már egy új pályára áll a Takarékbank, és mindenki a maga útján megy tovább. Azzal, hogy ez az egyesülési folyamat lezárult, nekünk nem csak az üzletre, hanem az elmúlt 60 évre is gondolnunk kellett. Mi nagyon szívesen vetettük bele magunkat ebbe a munkába. És ennek született egy gyönyörű eredménye. Most kicsit szerénytelenek tűnik, hiszen sok kollégával összefogva ez a mi munkák gyümölcse is. Ez egy 60 éves emlékkönyv, ami a Hungária Takarék, illetve egész pontosan a Tolna megyei takarékszövetkezeteknek a közvetlen történetét foglalja össze, de arra büszkék vagyunk, hogy ezen túlmutat, hiszen a magyarországi takarékszövetkezeti működésnek talán egy egész hiteles lenyomata. Egy szubjektív anyag lett összeállítva ebbe a könyvben, nyilván tele van olyan egyéni megközelítés, látásmóddal, érzelmekkel, amelyek színezik ezt a kis könyvet, de én biztos vagyok benne, hogy aki kézbe veszi, akár most, akár évek múlva, az egy nagyon szép lenyomatot fog kapni arról, hogy a takarékszövetkezetek Magyarországon 1956-tól gyakorlatilag máig 60 éven keresztül mit tettek, hogy jöttek létre, mi volt a működésüknek az eszenciája, és nagyon bízom benne, hogy aki átnéz ezt a könyvet, az megnyugodva fogja tudni megállapítani, hogy volt értelme ennek a 60 éves működésnek ebben a formában. A 30 év egy érdekes, ez a fele ennek az időszaknak, ez pedig a takarékszövetkezetek, hát jogszabály és jogalkotó által szervezett együttműködésének a 30 éve. 1989-ben alakult meg a takarékszövetkezeti integráció egy akkori törvényi előírás következtében. Ugye az integráció azt jelenti, hogy egy szorosabb, egymással összefüggéseket figyelembe vevő működést kellett megvalósítanunk, és elődeink, akik akkor a takarékszövetkezeteket, így a Hungária Takarékot is vezették, bölcsen kapcsolódtak ehhez az integrációs együttműködéshez. Én biztos vagyok benne, hogy az egyik meghatározó alapja volt az akkori 30 évvel ezelőtti együttműködés, hogy máig el tudtunk jutni. A Takarékbanknak volt a rendkívüli közgyűlése Budapesten, ahol ennek a 30 éves integrációs működésnek az eredményeként minden takarékszövetkezet, aki most az egyesülésben részt vesz, az egy gyönyörű elismerést kapott, egy nagyon szép bronz emlékpakett formájába, ami az én értelmezésemben a Hungária Takarék esetében egyértelműen ennek a 220 munkatársnak az érdeme, és számukra jár az elismerés, akik ma a takarékszövetkezet beolvadását megelőző napon a Hungária Takarék személyállományát képezik. Így az ország 5. legnagyobb bankja jön létre. A Takarékban 11 takarékszövetkezet és 2 bank egyesül, amely 1,1 millió ügyfelet szolgál ki. A Takarékbank 750 fiókjával a legnagyobb országos fiókhálózatot üzemelteti majd a hazai pénzintézetek között. Emellett a kis településeken élő ügyfeleket további 15 takarék mobil bankfiók szolgálja ki.